Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Páholy adásában, amelyet a Sopron Televízió műsorrendjében láthatnak, illetve nyomon követhetik természetesen az interneten is, ahol nem csak az adások, hanem a hozzájuk fűződő portréfilmek is láthatók. Az idő megint rohan, vagyis alig fejezzük be ezt az évadot, Önök már is megvehetik a következő évadra szóló bérleteket. Kérem, ne felejtsék el, tudják, hol van a pénztár. A mai adásunkban egyébként érdekes témákat dolgozunk föl. Két utazásról számolunk majd be röviden, és természetesen szót ejtünk a nyár slágeréről. Egészen biztos vagyok benne, hogy ez így van. Az Ajdáról. Megmutatjuk a zenés műfaj sokszínűségét, nem csak az ismert arcát, a rejtőzködőt is. Fergeteges bohózat a 18. századból. Szarka Gyula zenéjével életre kel a magyar Molière. Új előadás a Sopron Balettől. Rachmaninov zenéjére orosz koreográfussal. Jön a Legenda Team, a magyar rock két nagy alakja, Papp Gyuszi és Demjén Rózsi összeáll Schiller Frici szellemével. Új magyar darab ősbemutatója igazi rock zenével. Hippolyt. Zene és kalandozás a Pesti kuplétól a Broadway világáig. Utazzunk együtt a zenés évad vonatán. Várja Önt a Soproni Petőfi Színház. És akkor az első rövid beszámoló, a Macbeth nagy sikerrel ment itt Sopronba, és ezúttal Budapest is játszóhelyé vált. Április 13-án a társulat Budapesten járt, a második kerületi Klebersberg kultúrkúriában, ahol a Macbeth vendég szerepelt. Ugyan meg kellett küzdeni a Soproninál jóval kisebb színpadtérrel és a szerényebb technikai eszközökkel, ám az előadás így is megérintette a valóban szép számú közönséget, amely lelkes vastapssal köszöntötte színészeink teljesítményét. Megcáfolhatatlanak tűnő történelmi aforizma, bölcsesség, hogy az a nemzet, amely nem törődik a múltjával, netán azt el is felejti, az elveszti a jövőjét. Ez a gondolat azért jutott eszembe, mert az álmos legendájával a Sopron Balett vendégszereplésen járt Pozsonyban. A csaló közönség igazolta, hogy ők nem felejtették el nemzetünk múltját. Persze nagyon izgalmasan vártuk ezt a pozsonyi előadást, ami tényleg egy hatalmas siker volt, és nagyon is szlovák volt. Volt egy nagyon szimpatikus szlovák igazgatónő, a kultúrháznak az igazgatónő, és úgy látszott rajta, hogy meg az ő baráti körén, hogy tényleg megérintette őket, tehát a szlovákokat is. Hát a magyarságot természetesen mi. Valójában
magyarság tudatunk határon innen és túl egészen más. Biztos, hogy te is és a nézők is voltak már ilyen szituációban, hogy elszégyeltük magunkat, hogy mennyivel másképpen, milyen mélyebben élik meg a magyarságukat a határon túli magyarok, és nem csak azért, mert kisebbségi létben vannak, hanem mert ez a tradíciók, hogy jobban tartják az emberi kapcsolataikat, jobban kötődnek a magyar kultúrához, mert hiszen az a fenntartó és a nyelv természetesen. Hát van egy nagy álmom, az Álmos legendáját elsősorban a magyar lakta vidékekre szeretném majd elvinni. Jövő nyáron vagy azt követően, hogy tényleg a Vajdaság, a Felvidék, Erdély, vannak olyan jó játszóhelyek, vagy fesztiválok, ahol egy megfelelő menedzsmenttel ezt el lehet majd vinni. Azon túl, hogy egy szakrális vezető is volt, nem csak egy hadúr, mert hát abban az időben azért tegyük hozzá, hogy hát írásos emlékek nem nagyon maradtak fönt az akkori törzsi viszonyok, vagy az államkezdemények miben létéről, de ha picit rekonstruáljuk az akkori emberek lelki és létfenntartó állapotát, akkor egy mindenhez kellett érteni. Tehát egy közösséget fönn kellett tartani szakrálisan, de erővel, kellett jövőképet adni. És hát igenis, hogy ezt meg is fogalmaztam már párszor, hogy Álmos valójában mi Mózesünk, aki visszavezette a magyarságot a Kárpát-medencébe. És most következzék egy kis felvezetés a nyári évad legnagyobb slágeréről, az Ajráról. Avec justement, comme dans tous les spectacles, un triangle amoureux. Igazi szerelmi történet. Shakespeare-i dramaturgia van benne. Egy az egyben adja a múltat és a jelent és a jövőt is mindenkinek. Egy kemény, a szerelmet féltő asszony indul el, ugye, akiből uralkodó lesz, de a keménység már nem egészen van meg a sorsában. Igen. Ellentétben a másik soproni darabbal, amikor egy kőkemény karrierista asszonyt játszottál. Nagyon izgalmas feladatok ezek egyébként egy színésznő számára. Tényleg nagyon, nagyon, nagyon klassz ez a történet is. Ugye az Evita az egyik szívem csücske, tehát ez mindig is az lesz. És azt hiszem, hogy ezt a szerepet is nagyon meg fogom szeretni. Hát csodálatos. Most egy olyan ruhában vagy, amit majd a színpadon viselsz. Így van, nem ebben a formában, mert még szerintem sok-sok alakítás lesz rajta, de az alapanyag szerintem gyönyörű, és szebb-nézebb ruhák várnak még állítólag rám. A terveket láttam, úgyhogy nagy izgalommal várom. Szereted ezt a szerepet? Ez izgalmas kihívás? Izgalmas, igen. Igen. Színészileg is, meg énekileg is. Nagyon-nagyon szépek ezek a dalok. Irigylem a Stefanit, mert az ő dalait is szívesen elénekelném. Hány jelmezt kellett most megcsinálja az Ajdához? Júj, nem is tudom, rengeteget. Amikor meghallottam, hogy az alap jelmezeken kívül még 16 ember jött, akik katonák, rabszolgák, akkor egy kicsit úgy éreztem, hogy összecsap fölöttem a világ. Lesz, hogy 50 jelmez.
Ilyenkor mit csinál az ember? Fogod magad is, elmész a múzeumba, és megnézed, könyveket veszel elő, vagy egész egyszerűen a kor előhoz benned különböző jegyeket, és elképzeled a ruhákat? A múzeumban nem mentem, mert annak idején még a British Múzeumban is voltam, úgyhogy olyan mély emlékek vannak bennem a ruhákról, oda behelyezett tárgyakhoz, amit visznek aztán a sírkamrába, hogy milyen volt a balzsamozás. Ezeket én mind tudtam már a tanulmányaim során. És a mai színházi stílus nem követeli meg azt, hogy ugyanolyan régi, igazán dogmatikus ruhákat csináljunk, hanem megengedi a szabadságot a tervezőnek, hogy a mai divatot összekeverje a régi stílusjegyekkel. Tehát, hogyha nekem lesz egy kerek galérom, ami már utal a fáraók korára, akkor avval én már a kort megpöccintettem egy kicsit, akkor ezt még egy kopasz parókával meg tudom dobni, ami, hogy a rabszolgák úgy néztek ki, meg tudom dobni, ez egy csúnya szó, de erőteljesebbé tudom vele tenni a figurát, akkor ott van a kötény, ami mindenképpen látszik. Tulajdonképpen szerepe volt, mert hát a férfiak a kötényt előholták, ahol a legkényesebb részük van, de volt neki szerepe. Mint ahogyan annak idején a huszárruhákban is fémet csináltak, fémmel volt hímezve, zsinorozva, hogy megcsúszon rajta a kar. Ezekre az ember emlékszik. Amúgy néztem könyveket, különösen Egyiptomba élő nőkről. Mert az mindig olyan nehéz volt, hogy milyen ott az egy a házassági szertartás. Az a különleges azokban a jelmezekben, amiket tervezel, hogy azokat nem egyszerűen egy próbababára kell rátenni, hanem élő, mozgó, akár táncoló emberekre. Először, mikor táncos ruhát csináltam, az a Rómeó és Júlia volt Prokofjev, még élt az Ekimre szegény drágám, és a Pécsi Balettnél dolgoztam, akkor kellett megtanulnom, hogy hát a táncos sose áll úgy, mint egy baba. Hát ez fölemeli a karját, a lábát, kitekeri magát, mindent, és a ruhának menni kell vele. Tehát mindig a legkönnyebb anyagot használom, a legnagyobb terpesztési lehetőséget adja meg, tehát bővülnek a szoknyák rendesen. A karokat, ujjakat rendszerint el szoktam felejteni, mert azért egy mellényben jobb a mozgás, meg hát a balettosok azért ugyanis nagyon nem szeretik, ha még van a karjukon is valami. És elsősorban az kell, hogy a tánc éljen benne, az, hogy a jelmez milyen, az én elképzelésem, és ami le van festve, az nem biztos, hogy a próbánál ugyanolyan lesz. Mert nagyon fontos, hogy a táncos hogy vélekedik. Mindig meg szoktam kérdezni, hogy jól érzed magadat benne, tudsz mozogni, el tudod képzelni, hogy milyen figurát táncolsz, mert az utolsó megjelenő embernek is van valami mondani valója a néző számára, és az a ruhával együtt közvetítés a mozdulataival. Mondd, a rendezővel kell először beszélned, és a rendező rendezési elképzelései alapján indul be a fantáziád, vagy te már az első megbeszélésre hozod a saját szellemedbe a visszatükrözött dolgokat, tehát a ruhákat, már az már a retinádban van. Az első megbeszélésre úgy jövök, hogy tudom, hogy mit akarok csinálni. Aztán még egy kis időm lett volna, hogy le is rajzoljam, de azért nagyjából lerajzolom őket. És késztények elé állítom az embereket, hogy ez már most ilyen lesz. És akkor olyan helyes volt most is a rendező úr, azt mondja, persze, hát a mai elemekkel lesz vegyítve. Mondom, igen. Meglehetősen sok szállal kötődsz az Ajdához. Hát annak idején, amikor az Üs bemutatója volt Magyarországon, én játszottam Rádámes szerepét. Az egyik rendezője voltam a darabnak, és dalszövegeket írtam én. És a szövegkönyvet, igen. Egy barátom hívta fel rá a figyelmemet, egy zenész kollega, aki annak idején mindenképpen szerette volna ezt az előadást valahogy Magyarországra behozni, és megkért engem, akkor arra gondolt, hogy,
hogy nekem kellene ezt az előadást rendeznem. Egy másik produkcióját megrendeztem ennek az irodának, és kíváncsi voltam, meghallgattam a zenét, egyébként ismertem már a zenét, ami megfogott rögtön elsőre, de szerettem volna látni valamit ebből az előadásból, és Horvátországban megnéztünk egy előadást, elmentünk, akkor éppen Horvátországban játszották. A Broadway változat volt elvileg, de hát a körülmények azok sokkal, hogy mondjam, szerényebbek voltak. Viszont nagyon lejöttek még ilyen körülmények közt is bizonyos viszonyok, amik engem érdekeltek, hogy ez mennyire működik a színpadon, hiszen az Ajda történetet magát ismerjük. Ez egy merész vállalkozás. De Elton John azért, és Tim Rice az egy garanciát jelentett ebben a kérdésben, de azért én szerettem volna látni ezt valahogy színpadon. Emlékszem, hogy többen mosolyogva jöttek ki az előadásról, mármint azok kollégák közül, akikkel jobb voltunk, és nekem annak idején nem ez volt a fontos, hogy az ott, hogy született meg, és milyen volt, hanem hogy valamit megéreztem belőle, hogy oké, ez tud működni. Lehet, hogy ott nem működött annyira, lehet, hogy csak bizonyos dolgok működtek, de én nagyon éreztem, hogy ebből lehet valami jót csinálni. Elmentünk Németországba is megnézni az előadást, amikor ott éppen játszották, hiszen ez egy több éves folyamat volt, mert ugye a jogokat megkértük, mire megjöttek, mire ez az egész kialakult. Hát Németországban egy szerintem nem jó előadást láttunk, sokkal rosszabbat, mint bizonyos szempontból gazdagabb volt, de emberi viszonyokat tekintve kevésbé volt izgalmas, mondjuk, mint a horvátországi előadás, és mi mindenképpen szerettünk volna valami olyan előadást csinálni, ami izgalmas, emberi viszonyokat ábrázol, és viszont nem annyira, talán nem annyira szegényes, tehát egy kicsit pompásabb előadás, mint mondjuk Horvátországban volt, és emberi viszonyoktól telítettebbet, mint ami mondjuk Németországban volt, és így összejött egy saját előadás, ami nagyon tükrözte azt, amit én elképzeltem erről. Értsem úgy, hogy az emlékeiddel is versenyzel? Igazából én ezt utána megrendeztem Békés Csabán ezt az előadást, ami egy nagyon nagy sikerű előadás volt, és mind a szereplők, mind a közönség nagyon szerette, nem telik el olyan hét, hogy ne emlegetné valaki, hogy mikor lesz. És pont ezért örültem, amikor András felvetette, hogy ezt az előadást szeretné megcsinálni, mert... És ugye én most egy teljesen más szerepkörben leszek itt, mint Zoszer, és jó kívülről nézni, hogy születik meg ez a dolog. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas, ráadásul egy olyan fiatalember játssza benne Radames szerepét, amit annak idején én játszottam, akihez nekem azt gondolom, hogy elég sok közöm van, főleg, hogy itt van ezen a pályán, ő a Vastag Tamás, és több darabomban is játszik, és több volt már rá például, hogy ő játszotta az én fiatalkori énemet mondjuk a Monte Cristóban, és volt olyan, hogy játszotta a fiatalkori énemet a Frank Sinatrában, most pedig az én fiatalkori énemet játsza, a fiamat játssza ebben a darabban, úgyhogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Volt egyszer egy csillag születik. Emlékszel még rá? Mit jelentett a pályádon? Hát a csillag születikben a győzelem az egy nagyon nagy munkának volt annak idején az eredménye, és hát akkor 18 éves voltam, ugye a zenekarral nyertünk. De már 7 éve a pályán voltál. Igen, és akkor ez egy, ugye akkoriban, ezt most ma mesélem a fiataloknak, akkor az nagyon furcsa hangzik, hogy azt mondtam, hogy nyertünk egy lemezfelvételt. Hát akkor ugye nem akár kikészített lemezfelvételt, nem úgy volt, mint most, hogy az ember otthon el tud készíteni egy lemezanyagot. Akkor volt egy vagy két olyan stúdió, ahol meg lehetett ezt oldani. Mi ezt megnyertük, de hát a zenekart rögtön szét is szedték, tehát, mert ugye rájöttek, hogy milyen tehetségesek az emberek, és ketten maradtunk a zenekarból a nagy lemez ajánlattal, és akkor
végül is igazából konkrétan ez nekünk nem hozott, hanem vitt inkább. Ezután viszont a lemezajánlatunkat még ki se használtuk, hogy úgy mondjam, mert jött Gáth György, aki elkészítette az Angyalbőrben című filmsorozatot, és ütett nekünk egy visszautasíthatatlan ajánlatot, hogy ne csináljuk meg ezt a lemezfelvételt, inkább várjunk egy évet, és még egy évet, és akkor készítsük el az Angyalbőrben filmzenéjét Szikora Róberttel együtt, és akkor lesz majd ebből egy lemez, és mi ugye türelmetlenül, hát 18 éves voltam, egy 18 éves gyerek, akinek azt mondják, hogy végre célba értél, de most várjál, mert ne edd meg a fagyit, hanem várj egy kicsit, mert holnap kapsz finomabbat. Na most ez nagyon nehéz volt kivárni, de azt gondolom, hogy jól döntöttünk. 11 évesen zenekart alapítottál. Emlékszel még az első számra, a zenéjére vagy a szövegére? Még a szövegét sem tudom, de nem vagyok hajlandó, mert nem kompromittálom magam ilyen mértékben. Viszont annyit elég nektek, hogy hideg van, fázom, várok rád. Ez volt, és ezzel a zenekarral nem léptünk színpadra soha, hiszen otthon játszottunk, és aztán innen kerültem egy olyan zenekarba 14 évesen körülbelül, akik már fel is léptek, és aztán onnan 15 évesen egy olyan zenekarba, akik már komoly demofelvételeket is készítettek, és aztán 16-17 évesen jött, 17 évesen jött a Homo Sapiens. Mondjuk nem akarok plagizálni, ez nem az én ötletem volt, bár annyira jó, hogy akár lehetett volna az én ötletem is. Vinnai Péter találta ki ezt a nevet annak idején. Akkoriban egyébként a zenekarban igazán jó ötletek a Péteré voltak. Én nagyon fiatal voltam, az egész zenekar 10 évvel volt körülbelül nálam idősebb, minden tag, és én pont ezért tudtam tőlük nagyon-nagyon sokat tanulni mindenféle szempontból. Írogattam én is akkor dalokat, játszottuk az én dalaimat is, szövegeimet is, dalaimat is, de nyilván nem csak azért nem olyan sokat játszottunk az enyémből, mert elnyomtak az idősebbek, hanem nyilván azért is, mert nem igazán tartottam valószínűleg még ott ezen a szinten sem. Értsem úgy, hogy te egy igazi mohó ember vagy? Egyáltalán nem, mert szerény, meghúzódó. Mindig beérem azzal, ami van, és mindig soha nem panaszkodok például szerintem. Aztán lehet, hogy a körülöttem lévőként másként gondolják. És az, hogy sok mindent csinálok, ez tényleg tény, és így van, hogy és ezzel bizonyos embereknek bizonyára az agyára is mehetek, hogy írok, rendezek, dalt írok, szöveget írok, rendezek, szerepet játszom. Van olyan, egyébként volt olyan darab, például az Ajdában is, ugye, amikor ilyen több szerepkörben tűntem fel, vagy mondjuk a Monte Cristo grófjában, vagy mondhatnék még egy-kettőt, akkor ez nem azért van, mert mohó vagyok, hanem azért, mert van egy elképzelésem, amit akkor tudok a legjobban megvalósítani, és talán a legegységesebben, hogyha bizonyos szerepköröket ott tartok a saját kezemben. Aztán ehhez egyébként is nagyon-nagyon fontos, hogy jó munkatársak legyenek. De vannak dolgok, ez a például a, mint szerző, és nagyon szívesen dolgozok más szerzőkkel is, mert inspirál. Például van olyan, és én ezt el is ismerem, hogy egy dalra, és sőt, könnyebbséget jelent bizonyos szempontból, hogy mondjuk megírtam egy dalt, és utána nem nekem kellett a szöveget megszülnöm rá, hanem megírta rá a Miklós Tibi, vagy megírta a Valla Attila. És időnként én azt éreztem, hogy igen, ezt a ilyen szöveget én nem tudtam volna írni. És van olyan, amikor meg azt érzem, hogy ezt valami miatt nekem kell, mert én érzem azt, hogy én mit akartam ezzel a zenével, és ezt szavakkal is meg tudom erősíteni, és akkor érzem azt, és ezt sokszor érzem, hogy azt a fajta hatást, azt az érzelmet, amit én kiszerettem volna fejezni a zenében, azt, ha én a szöveget, ha pontosan értem a zenét, akkor a szöveggel még egyet rá tudok erősíteni, ami viszont nagyon pontos lesz.
Tehát az a gondolat, ami bennem volt, és azok az érzelmek, azok nagyon pontosak lesznek, ettől be fognak találni. És erre rá, és ez tapasztalat, hogy ezek a dolgok, ezek a dalok, vagy például színházi darabokban szereplő dalok, mélyre, nagyon mélyre tudnak hatolni, és valószínűleg ez lehet benne a titok. Ha nyár, akkor Barlangszínház, vegyék meg a jegyeket, és el nem felejteni, hogy a következő évadra már bérleteket lehet vásárolni. Köszönjük figyelmüket, nem sokára ismét jelentkezünk.